Civilként vettek részt a Fidesz székház elfoglalásában a hallgatói hálózat aktivistái. Ezt mondta egyikük azon a sajtótájékoztatón, amelyet az egyetemfoglalók az ELTE rektor helyettesével közösen tartottak. Egy másik aktivista nem adott egyenes választ arra, hogy részt vesznek-e a szombatra meghirdetett újabb demonstráción. A rektor helyettes provokációnak nevezte a Hír TV kérdését. 45 napnyi egyetemfoglalás után közös sajtótájékoztatóra készültek az egyetemfoglalók az intézmény vezetésével az ELTE Bölcsészkarának nagytermében. Megcsináltuk a kiváló molinót, felállítottuk. Nagyon jó. Az is látszik meg az óriási plakát. A Bölcsészkar dékánja megállapodásban vállalta, hogy támogatja a diákok által szervezett fórumokat. Azt nagyon is javasoljuk és szorgalmazunk, és örülünk is neki, hogy hallgatók nagyon sokféle, sokszínű csoportokat hoznak létre, mindaddig, amíg ez a törvényes keretek és az egyetem érdekei határai között mozog, magyarán, amíg ezek pártpolitikai színezetet, pártpolitikai akciót nem jelentenek. A sajtótájékoztatón megjelent a hallgatói hálózat több aktivistája is. Volt közöttük olyan, aki részt vett a Fidesz székház elfoglalásában. A hallgatói hálózat egyike azoknak a szervezeteknek, amelyeknek Bajnai Gordon együttműködést ajánlott már tavaly ősszel. A rektor helyettes nem engedte, hogy a Hír TV megkérdezze az aktivistáktól, ott lesznek-e a Fidesz székház elé szombatra meghirdetett újabb demonstráción. A tekintetben ne folytassanak kérdésfeleletet, hogy egy pártpolitikai rendezvényen mi fog történni. Én ezt nem hallgathatom meg, mert hogy ezt az összejövetet én nem ezért hívtam össze. Én kérem azt, hogy erről itt ne beszéljenek, mert eznek nincs közünk. Az egyik haha aktivista végül mikrofon elé állt. Mi olyan megmozduláson egyikünk se vett szerintem részt, legalábbis a saját nevemben tudok beszélni, amit politikai szervezet intézett volna, vagy szervezett volna, mindenki civilként jelent meg, mind a székházfoglaláson, mind az utána történő rendezvényeken is. A rektor helyettes a sajtótájékoztatóról távozóban még egyszer szóvá tette a Hír TV kérdését. Egyenes választ egy másik haha aktivista sem adott arra, hogy ott lesznek-e az újabb megmozduláson a Fidesz székház előtt. Amennyiben érkezik ilyen felkérés, annyiban mérlegelni fogjuk ezt a kérést, hiszen... Kitől kéne érkezni a felkérésnek? Hát a szervezőitől a tüntetésnek. És kik a szervezői, arról mit lehet tudni? Gondolom több civil szervezet, vagy illetve emberek szervezik, akik úgy gondolják, hogy az alkotmánymódosítás ugye fontos, és erre fel akarják hívni a figyelmet. Füzesi Károly elismerte, hogy a székházfoglalás nem spontán megmozdulás volt, arra együtt készültek az aktivisták.